Jó, oké, új helyszínről, de legalább belát az eső. Jó, na, sziasztok, ez itt az e-heti Outdoor Percek. Most már lehet ilyen állós műsorok lesznek, mert nem lehet leülni vizes Ganés földre. Na, nézzük a mai híreket, vagy hát az e-heti híreket, hogy mik történtek. Hát most ezek ilyen rekordok nem lesznek, most inkább ilyen vicces érdekességek lesznek. Azt mondja, hogy az első cikkünk backpacker.com-ról, az egyik amerikai nemzeti park emberei megkérik a látogatókat, hogy ne nyalogassák a varangyokat. Van egy sivatag, a Sonorai sivatag Amerikában, és ott él egy varangy, Sonora sivatagi varangy, ez a neve. Ő a legnagyobb az észak-amerikai varangyok közül egyébként. Neki van egy olyan taktikája, itt van egyébként 7 inch hosszú, az 7x3 az 20 centi. Azt rohadt. Én nem nyalogatnám, az biztos. A második legnagyobb, bocsánat, Észak-Amerikában, és akkor úgy védekezik a ragadozók ellen, hogy vannak ilyen mirigyek a bőrén, és akkor abból kibocsájt egy ilyen cuccot. Ez ugye, ez ilyen mérgező hatással van a ragadozókra. De az a helyzet, hogy ebben az anyagban, amit kibocsájt maga a varangy, van egy úgynevezett, na most ezt felolvasom, 5 kötőjel MEO kötőjel DMT, hát a DMT-ről már hallottam. Igen. Szóval ez egy halucinogén anyag, ami ebben az anyagban van, amit maga a béka így kinyom magából. Ezt egyébként szokták fogyasztani, nem tudtam, hogy ez pontosan így működik, lehet, hogy csak tájékozatlan vagyok, szokták fogyasztani, úgyhogy elszívják gyakorlatilag. És itt írják is egyébként, hogy baromi drága ez a cucc egyébként, és hogy Mike Tyson, meg ugye Joe Rogan, a híres podcaster is használja ezt az anyagot. És ugye hát itt a túrázók ebben a nemzeti parkban, ők viszont csak simán nyalogatják a békákat. És egyébként ez rohadt veszélyes, ahogy írják a cikkben, mert lehet, hogy betépsz tőle, de a kórházba is kerülhetsz, és arra elég nagy az esély. Úgyhogy megkérik, hogy légy szíves, ne nyalogassák a békákat a nemzeti parkban látogatói. Betegek az emberek egyébként, biztos nem nyalják meg egy akkora varangyot. Hülyék ezek az amerikaiak, mindent magukba tesznek, hogy legyen egy kis eufória. Jó, oké, következő cikkünk, az egy megint egy érdekes. Cigiről cigire gyújtva futott a végemaratont egy kínai férfi. Van egy kép is róla, nagyon állat. Hát nem is fiatal ráadásul, ilyen szerintem 50 éves forma körül lehet. Jó, hát még az sem idős. Na, szóval csak vágjátok. Mert nem érte rossz helyezést, az érdekes. 574. helyen végzett az 1500 főből. Ez egy Shanghai közeli maraton volt egyébként. Azt írja a cikk, hogy a kínai férfi úgy futott el a maratont, hogy menet közben elszívott egy doboz cigarettát. Ennek ellenére 3 óra 28 perc alatt ért be a 40 kilométeres távon. És ugye van egy közösségi oldal, a kínai Facebook, a Weibo, ott már valóságos celeb. Uncle Chen néven hivatkoznak rá, tehát Chen bácsi, a lázdohányos maratonfutó. És az a helyzet, hogy nem ez az első ilyen eset, hogy ő így futja a maraton, csak most kapták föl, már 2018-ban és 2019-ben is lefutotta, és azokkal az időköz képest egyébként javított az eredményén, úgyhogy Csendbácsi fejlődik. És akkor azt írják, hogy valószínűleg ő a maratonfutás világcsúcsát tartja, úgyhogy közben dohányzik. Dohányozva maratont futás, ha ennek van értelme. Világcsúcsát tartja ő, valószínűleg ugye nincsen hivatalos rekordja ennek. És az is érdekes, hogy azt írják, hogy állítólag csak futás közben szokott rágyújtani, bár ez lehet, hogy már csak ilyen legenda, de így írják le. Ja, úgyhogy kemény. Hát nem tudom, nekem még anélkül sem menne. Mert hogy én nem dohányzom, ugye, cigi nélkül sem tudnék lefutni egy maratont. Sajnos nem vagyok olyan kondiban, jó lenne egyébként, de nem vagyok az a nagy futó. Jó, oké, a következő cikkünk, az egy nagyon rövid cikk. Egy férfi méghozzá, honnan is jött ő? Törökországból indult, ilyen földkerülő útra bringával, és nem csak Magyarországon történik ilyen, Magyarországon hallottunk már, hogy volt ilyen eset, hogy egy ilyen hosszú úton lévő, azt hiszem ott is bringás volt, csak az talán, az nem sima bringás volt, az lehet, hogy ilyen rekumbenszes csávó volt. Na mindegy, szóval neki Magyarországon volt ilyen, hogy ellopták valakinek a bringáját, aki éppen a földet került, tehát ez megtörtént most Angliában is. Azt mondja, hogy a man cycling around the world has bike stolen days after arriving in the UK. Tehát, hogy pár nap miután megérkezett az Egyesült Királyságba, ellopták a bringát is. Van egy szomorú kép szegényről. Hát nem tudom, hogy ezt akkor fotózták, miután ellopták, vagy alapból ilyen szomorú az arca, de itt van róla egy kép. És akkor azt mondja, hogy több ezer kilométer tekert már. És ugye Törökországból indult, ahogy mondtam, és 6 hónapos a túra, és most hát nem tudja, hogy mi legyen. Azt mondja, hogy megpróbálják valahogy majd pótolni a kerékpárt, és akkor megy tovább. Hát ez elég szívás, úgyhogy ez nem ilyen, nem csak ilyen magyar szokás, úgy látszódik, hogy bringákat lopkodunk, úgyhogy szokták mondani, hogy ez ilyen nagyon magyar pár ilyen, most nem erre gondolok, hanem így akármilyen dolgokra, hogy ez ilyen nagyon magyar hagyomány, de, vagy szokás, de egyébként
Nem, ezeket mindenhol csinálják a világban, sajnos. Ja, úgyhogy ezek voltak a hírek így gyorsan, és akkor jöjjön a videóajánló, a heti videóajánló. Találtam egy nagyon durva videót, már mondom is, a csatorna az Denis Barras, gondolom így kell kiejteni. Jó kérdés, nem tudom. Most találtam rá egyébként a héten erre a csatornára. A srác hát főként drónozik. Most ugye belevetette magát az FPV drónozásba is így keményebben, mert ugye nemrég jött ki a DJI-nek az Avatar nevű drónja, ami ugye nagyon fasz a átlagfelhasználóknak való FPV drón. Nagyon tetszik jól a negyet venni, de hát 500 000 forint, úgyhogy nem fogok. De a lényeg, hogy ilyen cinematic videókat csinál, és van egy videója, aminek az a címe The Mountains Cinematic Short Film. Benne lesz a leírásba majd. Hát most úgyis ilyen vacak idő van kint, úgyhogyha bent ültök egy ilyen kicsit esősebb délutánon, és így be akartok rakni valami jó kis chilles anyagot, akkor ez tök jó. Bár ugye ez csak ilyen rövid, ez egy ilyen 6 perces, de hogy így leültem, és így néztem végig, hogy az igen, a csávó az tényleg tud valamit. Úgyhogy brutál szép felvételek vannak. Nem tudom pontosan, hogy hol vette ezt föl. Hát gondolom Európában, mert Decathlonos utcai vannak, meg Ryanair-re repült. Úgyhogy gondolom Európában vette fel valahol, aki tudja egyébként, az írja le a kommentekbe, mert nincs benne a leírásban, legalábbis én nem találtam. A videó kommentjeit meg nem olvasgattam végig. És egyébként vannak tök jó videói, még két videót néztem meg, az egyik például az, hogy tanult meg így ezzel az új FPV drónnal repülni, és az is brutál jól meg van vágva, szóval király kis videók, majd fogom nézegetni szerintem, úgyhogy ajánlom nektek is, csekkoljátok le. És akkor ennyi a hétre. Péntek van, ugye? Nálatok péntek van, úgyhogy a hétre ennyi. Befejeztük, jövő héten folytatjuk valamikor, tudjátok, ha tetszett like, ha nem dislike, aki nincs még feliratkozva, az iratkozom fel, ha tetszik neki, amit csinálok, mert ezzel támogat, sablon szöveg, de true, és köszönjük, hogy megnéztétek. Szevasztok!